Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Horvátország és Románia. Németországban néhány településen pénzt kérnek a migránsoktól a szálláshelyért. Vannak, akiknek ez nem tetszik, és kiköltöznek. Közben egyre többen bírálják a szövetségi kormány szigorításokat tartalmazó csomagját, hiszen vannak, akik még mindig jogosulatlanul jutnak be, és maradnak az országban. Kapcsolunk már is tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz Berlinbe. Nos, mikor fogadhatja el a Bundestag az új intézkedéscsomagot, és vajon mennyire lesz hatékony? Jó reggelt kívánok! Németországban már vannak olyan régiók, vannak olyan települések, ahol önálló intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy csökkentsék a migrációval járó hatalmas kiadásokat. Hessen tartományban van több olyan település is, ahol pénzt kérnek a migránsoktól a migráns szálon elfoglalt férőhelyért. Erre egyébként van jogi lehetőség, hiszen itt olyan emberekről van szó, akiknek már a menedékkérelmét elfogadták, akik huzamosabb idő óta, régóta laknak a migráns szálon, és rég megtehették volna, hogy elmennek dolgozni. A járástól egyébként a települések ezen emberek után már egyáltalán nem kapnak juttatást. 150 háztartást érint nagyjából ez az intézkedés, és nagyjából tucatnyian vannak, akiknek nem tetszik, tehát akik már elhagyták ezt a régiót. Az összeg pedig fejenként egyébként a szállás, a migráns szálló összköltségeitől függően összesen nagyjából fejenként egy nagykorúnak 600 eurót kell fizetnie, de egy kiskorú után 200 eurót, így azok, akik négyen-öten laknak egy háztartásban, azoknak már havonta több mint 1000 eurót kell fizetniük a település számára, tehát ők már nem a német adófizetők pénzéből élnek, de gyakorlatilag így is vannak olyanok közöttük, akiknek a Jobcenter, tehát a munkaügyi központ segít kifizetni ezt az összeget. Korábban is történtek már intézkedések, például Türingiában az egyik járás, Eisfel volt az, ahol egy évvel ezelőtt elsőként vezették be a bankkártyát a migránsok számára, és gyakorlatilag ennek is van hatása, hiszen itt a legutolsó adatok szerint 400 bankkártyát kellett volna elkészíteni, tehát a migránsok a juttatásaik egy részét ezen a bankkártyán kapják, és nem készpénzben, és a 400 helyett nagyjából 250 kártyát kellett előállítani, hiszen 70-en voltak, akik visszatértek a származási országba, és nagyjából ugyanennyien, akik elmentek dolgozni. De már van olyan település is Németországban, ahol a polgármester megtagadta a migránsok újonnan érkező emberek befogadását. Brad Griesbachban a polgármestert a járási vezető megfenyegette, hogy jogi eljárást indít ellene. A polgármester ennek ellenére határozottan kiáll az álláspontja ellen, hiszen, mint fogalmazott, a kapacitások a férőhelyek beteltek, és annak ellenére sem hajlandó regisztrálni az újonnan érkezőket, hogy itt valódi háborús menekültekről van szó, tehát 35 ukránról. Németországban az már világosan látszik, hogy azokat, akik ide megérkeztek, azokat a migránsokat vagy nem lehet visszaküldeni, vagy csak nagyon kevés, nagyon alacsony esély van rá, akkor is, hogyha nincs joguk az itt tartózkodásra. A szolingeni merényletet követően a szövetségi kormánypártok összeállítottak egy törvénycsomagot, amit például enyhíteni kellett, hiszen az eredeti tervben az szerepel, hogy megvonnák a szociális juttatásokat azon menedékkérőktől, akik más Európai Uniós tagállamban regisztráltak, de emberjogi szervezetek kifogásolták például ezt a pontot, hiszen hogyha megvonják a szociális juttatásokat azoktól, akik nem jogosultak Németországban tartózkodni, akkor ezek az emberek az utcára kerülnek, tehát a hajléktalanok száma fog növekedni. A Bundestag várhatóan pénteken tárgyalja ezt a törvénytervezetet, és az AfD, a bevándorlás ellenes ellenzéki párt szorgalmaz jelentős szigorításokat. Ők például úgy fogalmaztak, hogy a szúrópróbaszerű határellenőrzések helyett azt is lehetségesnek tartanák, hogy határkerítéssel védekezzenek az illegálisan érkező migránsok ellen.
A hét elején Horvátországban találkozott a horvát, a szlovén és az olasz belügyminiszter, hogy megvitassa az illegális migráció kérdését és a szorosabb együttműködésről tárgyaljon. A tárcavezetők egyben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex és Bosznia-Hercegovina közötti megállapodás aláírását sürgették az illegális migráció csökkentése érdekében. A részletekért most kapcsolunk Zágrába, Kriák Krisztinához. Nos, miért tartják ennyire fontosnak a miniszterek ezt a megállapodást? Jó reggelt kívánok! A nyugat-balkáni országok közül egyedül Bosznia-Hercegovina nem kötött még a Frontex-el megállapodást, ami pedig lehetővé tenni az Európai Ügynökség számára, hogy folyamatosan jelen legyen Bosznia-Hercegovina területén, és közös műveleteket folytasson a helyi rendfenntartó szervekkel. Boszniának mindössze 1800 határrendésze van, és ha figyelembe vesszük, hogy ugyanezen a határszakaszon 6500 horvát rendőr teljesít szolgálatot, akkor elmondhat, hogy ez nagyon kevés a hatékony határőrizet ellátásához. Davor Božinović, horvát belügyminiszter a közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szerződés feltételeit gyakorlatilag már megtárgyalták, csak alá kell írni. Úgy vélte, hogy a Frontex 500 tagjának Bosznia-Hercegovinába telepítése nagyon sokat jelentene, már csak azért is, mert a horvát határra Dél-Európából érkező migránsok az útjuk során valójában nem ütköznek komolyabb akadályba. Bostyán Poklukár szlovén belügyminiszter közölte, hogy mindhárman mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megállapodás mielőbb aláírásra kerüljön. A boszniai kormány egyébként még 2023. decemberében elfogadta a Frontex jogállásáról szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízást, az elnökség pedig 2024. februárjában jóvá hagyta azt, majd kinevezték a főtárgyalókat is, hogy megkezdődhessenek a megbeszélések. Az első egyeztetésre ugyanakkor csak májusban került sor. A szerződést már a nyáron meg kellett volna kötni, de egyelőre nem lehet tudni, hogy hol akadt el a folyamat. Nem hivatalos értesülések szerint belső politikai viszályok rontják az aláírás esélyeit. A háromoldalú találkozón szó volt még a Schengeni térséghez tartozó országokban a belső határ ellenőrzések ideiglenes visszaállításáról is szó volt, amelyet nemrég Németország az összes határára kiterjesztett. A szlovén belügyminiszter meg is jegyezte, hogy Schengen jelenleg nem működik. Matteo Piandedozi olasz belügyminiszter szerint ugyanakkor a határellenőrzések visszaállítása hatásos volt, mert megakadályozta a negatív mozgásokat. Elmondta, hogy természetesen nem akarják zárva tartani a határokat, erősítik a háromoldalú együttműködést, és amennyire lehetséges, mi hamarabb esély, hogy mielőbb esély nyílhasson a szabad mozgásra az országok között. Tavaly októberben először Olaszország állította vissza az ideiglenes határellenőrzést Szlovéniával közös határán, majd Ljubljana ugyanilyen intézkedést vezetett be a horvát és a magyar határon. Ezeket a két ország azóta többször meghosszabbította, utoljára ez év december 21-ig. A határellenőrzések bevezetése óta a három miniszter egyébként ilyen formában 5-5-ször találkozott. Romániában ítélet született az idegenrendészet Krassó-Szörény megyei volt parancsnokának ügyében. Az embercsempészeket segítő korrupt tisztségviselő vádalkut kötött az ügyészekkel, hogy megússza a börtönbüntetést. A részletekről Bot Eszter tudósít Bukarestből. Nos, hogyan segítette az embercsempészeket ez a megyei parancsnok, és milyen ítélet született az ügyben? Jó reggelt kívánok! Júniusban számolták fel a román rendőrök azt az országos méretű embercsempész bandát, amelyet a bevándorlási hivatal Resica bányai vezetője is segített. Vali Mitrus két beosztottjával együtt 2022 és 2023 között 420 esetben eszközölt törvénytelen módosításokat a bevándorlási hivatal adatbázisában. A nyomozás során kiderült, hogy az embercsempészektől mindhárman 450 és 22 ezer euró közötti kenőpénzt, és emellett különböző javakat kaptak. Összesen 1130 ázsiai és afrikai bevándorlónak adtak ki munkavállalói vízumot, vagy hosszabbították meg a tartózkodási engedélyüket. Az így törvénytelenül romániai vízumhoz jutott migránsok egy része az országban maradt, de sohasem találkozott gyakorlatilag a hivatalos munkáltatójával. A többiek ellenben az embercsempészek segítségével Magyarországon
Magyarországon keresztül Nyugat-Európába szöktek. A román sajtó néhány napja felháborodva számolt be arról, hogy a Resica-bányai bevándorlási hivatal tisztségviselői a várnál jóval enyhébb büntetést kaptak, mert vádalkut kötöttek az ügyészekkel, és mindent bevallottak. Az Express de Bánát újságírói szerint a bevándorlási hivatal korrupt vezetői nem kellett volna felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszták a bűnrészességet, ugyanis ez meglehetősen rossz színben tünteti fel a schengeni felvételre váró Romániát, hiszen az ország teljes körű csatlakozásának ugye egyik alapfeltétele az illegális migráció megfékezése. A Resica-bányai bevándorlási hivatal korrupt vezetője nem az egyetlen romániai tisztségviselő, akit megvásároltak az embercsempészek. A Fehér megyei bíróság nemrég az egyik legnagyobb Romániában működő migránscsempész hálózat felszámolása során hozott ítéletet. A 15 bűnöző irányította bűnbanda élén egy volt gyulafehérvári rendőrtiszt állt, de ő nem úszta meg felfüggesztettel. Andrei Dumitru Potor a hálózat kiépítésekor rendőrtiszti tapasztalataira és korábbi szakmájában szerzett ismertségi körére alapozott. Az ország nyugati határánál évekig tevékenykedő bűnbanda csupán a tavalyi év első 6 hónapjában több tucatnyi migráns juttatott át illegálisan Nyugat-Európa irányába. A migránsoktól az embercsempészek akár 3000 eurót is elkértek. Mindezért a bűnbanda tagjai életveszélyes körülmények között a furgonok padlója alá heggesztett fém ketrecekben csempészték át őket a határon. Az embercsempészek feje a bíróságon mindent bevallott, de így is 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Barátnője, akivel közösen építették fel a migránscsempész hálózatot, 4 év felfüggesztettet kapott. A migránsok toborzásáért felelős személyt, egy szomáliai migráns bűnözőt 5 év börtönbüntetésre ítélték, míg bangladesi társát felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtották. Rajtuk kívül a 15 bandata közül csupán 2 visszaeső migránscsempész kapott letöltendő börtönbüntetést, a többiek viszonylag enyhe büntetéssel, néhány év felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszták. Mai migrációs körképünkben tehát Németországból, Horvátországból és Romániából hallottuk a legfrissebb információkat. Noll Katalinnak, Kriák Krisztinának és Bot Eszternek nagyon szépen köszönjük.